úgyis már csak az elköszönés jön nagyjából. Játékból képek. Én meg szeretném köszönni mind a 16 csapatnak, és annyira eltökélt vagyok ebben, hogy konkrétan fel fogom sorolni most, hogy kik vettek részt. Jó. Tényleg. Oké. Okay. Na, tehát az egyes kvalifikációban itt volt velünk a Crewbest Multigaming, a My Little Pony, a Pragmatic Esports, a Syntec Multigaming, az Outrage Multigaming, a Can't Carry Anymore, a Team N7 Multigaming és az X-Wide is. A második napon velünk volt az Envest, a Wannabe Legends, a Skill for Fun, a Vexed, az Expert Esports, a Returnees Team, a Deal With It és a P. Lemon, akik most már R7 néven vannak, de jó, én tudom, hogy ők a P. Lemon voltak. Igen. Tehát mindenkinek, mind a 16-5 játékosnak, hogy itt voltak, velünk tartottak, a nézőknek köszönjük tényleg. És akkor csak így soroljuk fel, hogy a harmadik helyen végzett a MyPony, gratulálunk nekik, a második helyen a Deal With It. És az első az Aurorage Multigaming. Az Aurorage. Taps nekik azért, megérdemli. Így van. Mert tényleg nagyon keményen és összeszedetten játszottak, még úgy, ugye első nap még pénteken együtt is bootcampeltek, úgyhogy nagyon kaptunk is képet erről, tehát láttuk, nagyon igen. volt. Jó volt ezt látni. Na, srácok, még mindig lehet szavazni, ki fogjuk rakni most a minél több helyen. Igen. A vodokat majd később YouTube-on keresetitek. De azt mondom egyébként, hogy ez, ennek így van értem, hogyha most zárjuk le, nem? Vagy ezt, ja, mondjuk látják egyébként a statisztikát. Az nem igazság, látják. Hogy látják, hát, de ezt, ez így mostantól egy örökké. Mostantól egy örökké. Az is jó, igazad van. Az éterben, tehát hogyha akarnám, se tudnék vele mit csinálni. Jó van, semmi probléma. Ez igazság. Hát azért szerintem egy mielőtt lezárjuk a streamet, mondjunk egy állást, jelenleg... Hát, igen, a szavazatok egy harmadát létják uralja, utána Battle és Edwards ugyanúgy 12% is, nem emel, elég megoszló. De igen, létják ott tartottátok, tehát a kupa, tartjátok jelenleg is a legjobbnak kupán. Ezt majd meg tudom érteni egyébként. Igen. És akkor még egyszer felszólítom a játékosokat, akik mondjuk esetleg még belehallgatnak a streambe, hogy küldjék el a legjobb demóikat, hogy Vertigo ebből csinálhasson egy montást, és hát mikorra ígérjük, hát elkapjuk a demókat, minél előbb, de mondjuk akkor mondjuk azt, hogy még a nyáron, és akkor ez itt tiszta, szerintem. És ez egy jó nagy, jó hosszú idősorvallom, úgyhogy aki az addig nem küldi el, annak sajnáljuk. És hát valószínűleg akkor ugye ez lesz a... Végszavunk. Végszavunk, illetve... Én innen is élőben is szeretném neked megköszönni, hogy megcsáltad ezt a kupát, illetve hogy itt lehettem, és ezt leközvetíthettük. Reméljük, hogy ti élveztétek, mi nagyon élveztük. Abszolút, nagyon tetszett, hogy végre újra együtt tudtunk streamelni. Talán ugye Lanon erre pont nem is... Nagyon rég volt. Nagyon rég volt lehetőségünk, ugye. Mert én egyszer pont ugye csak Timurra, meg csak veled voltam. Tehát nagyon jó lett volna, most próbáltam azt, hogy hárman is legyünk, vagy cserélgessük, váltjuk egymást. Így alakult, de így alakult, és jó volt, és reméljük, hogy élveztétek. Ez volt a Nostalgia kupánk, az Aurorage-gel felvesszük a kapcsolatot, és akkor a győztesnek járó díjat ők majd meg fogják idővel kapni. Valami nagyon-nagyon epic végszó kellene ide, de nem jut eszembe semmi. Talán csak annyi, hogy köszönöm Kodnégy, mert nagyon sok remek pillanatot adott nekünk ez a játék. Ez elég epic szerintem. A csapattársaimnak is, akikkel az évek során játszottam, közvetítő társaimnak, menedzsereinknek, tényleg, úgyhogy én nagyon jó korszakot zártam ebbe az egész játékkal. Hát sajnálom, hogy egyszer persze minden véget ér, sajnálom ezt, de tovább fogunk lépni, fejlődni fogunk mi is. Nem fogunk eltűnni az e-sport közösségből, ez biztos. Itt leszünk csak más platformon és más játékban. Reméljük, hogy ott is velünk tartotok. Köszönjük szépen, hogy követtetek minket. Kod4 közösség. Sziasztok. Love you all.